Jó napot kívánok, ezúttal a Tiszatóról jelentkezik a Skipper magazin. Ideig rohantunk ugyanis, hogy utolérjük a nyári kánikula utolsó pillanatait, és nem mellesleg Érdi Márit, aki júliusban Európa-bajnoki, majd augusztusban az ifjúsági világbajnoki címet is begyűjtötte hazánknak lézer radiál hajóosztályban. A Tiszatavon kezdünk tehát, majd a Balatonon folytatjuk, hogy milyen témákkal, azt nézzük először röviden. Nem a méret a lényeg, nagyok és kicsik versenye a Bahart regattán. Vegyes időjárási körülmények között zajlott két héten át az országos bajnokság. Mindent a szemnek, egyedülálló hajókiállítás Kenesén. Érdi Mária a THE versenyzője 2013 óta minden világversenyről éremmel tért haza. Napjaink legjobb magyar vitorlázó nője, ezúttal 2015-ben júliusban először a lézer radiál hajóosztály ifjúsági Európa bajnoki, majd augusztusban a világbajnoki címét is elhozta hazánknak. A mezőkövesdi hölgyel ezúttal Sarudon beszélgettünk. Azt éreztem, hogy nagyon élvezem, és egy edzést sem akartam kihagyni, szóval még betegen is elmentem az edzésre, és nem tudom, nagyon élveztem. Talán ez az elhivatottság az, ami Érdi Máriát kiemeli a többi fiatal vitorlázó közül, hiszen az U19-es világbajnok korábban akár fel is adhatta volna az álmait. Apukám, ő a legnagyobb segítségem, meg ő is mondta, hogy kezdik el lézerben vitorlázni, amikor nem ment a kétszemélyes hajóosztály, mert nem találtam embert, akivel együtt vitorlázzak, és amikor elkezdtem lézerezni, akkor Csomai József, ő tanított meg a lézerezés alapjaira, és most meg Eszes Tomi, igazából neki köszönhetek mindent. Főként külföldi versenyzőkkel foglalkozom, és egyedül Érdi Mária volt az, aki tényleg olyan tehetségesnek láttam ebben a korosztályban, hogy kiemeljem, és saját anyagi hátteret biztosítsunk hozzá, hogy az ő programja az a lehető legjobban működjön. Mári 2010-től hobbi szinten, 2012-től pedig már versenyszerűen vitorlázik. 2013-ban a Bajt világbajnokság után ott akkor keresett meg az Eszes Tomi, és elém rakott egy programot, hogy akkor szeretném ezt csinálni, és hogy akkor ezt támogatja anyagilag. Teljesen mondhatni megváltozott az életem, mert télen egyfajta edzőtáborokba járok, és sokkal több külföldi versenyen veszek részt. Három évvel ezelőtt láttam őt Magyarországon először edzőtáborba, illetve versenyen itt a Balatonon vitorlázni, és akkor már felfedeztem azt, hogy gyakorlatilag elég szépen ül a hajóba, és egy jó mozgású hölgyről van szó, aki későbbiekben versenyzővé válhat. Ő akkor kezdett vitorlázni, gyakorlatilag az volt az első éve, amit úgymond hajóba töltött, és versenyeken megjelent. A világbajnokságra készítettem már ifjúsági versenyzőket, és mint volt egy szlovén, illetve egy magyar versenyzőm, akkor Jadnai Jonatán, mindketten dobogós helyért küzdöttek abban az évben, és az edzőtáborban meglepően gyengébb szélben Mári tudta tartani velük a lépést, tehát szorongatta már őket, ami pozitív visszajelzést adott abból a szempontból, hogy ha foglalkoznánk egy kicsit többet vele, akkor Máriból is lehet élversenyző. Igazából három nagy verseny van, aminek nagyon örülök. Az első az júniusban volt, amikor a világkupára sikerült kijutnom. Ott persze ott hat hajót vertem meg, mert ott a világ legjobbjai voltak ott tényleg, az olimpikonok. Aztán júliusban az ifjúsági Európa-bajnokságon nyerni tudtam, ennek nagyon-nagyon örültem tényleg. És most augusztusban, Kingstonban pedig a világbajnokságot sikerült megnyernem.
Nekem az a célom, hogy 2020-ban az olimpián sikerüljön jól mennem, és hát megpróbálok Rióba kvótát szerezni novemberben. Fonyódon intett búcsút a 2015-ös versenysorozatnak a Bahart Regatta Jastik Trophy mezőnye. Ha röviden szeretném értékelni a zárófordulót, akkor elég, ha azt mondom, szikrázó napsütés, kiváló szél és fesztiváli hangulat kényeztette a vitorlázókat. Ha valaki ennél is többre kíváncsi, annak jó szívvel ajánlom a következő összefoglalót. Májusban kezdődő Bahart Regatta idei utolsó, 5. állomására augusztus végén került sor Fonyódon, ahol a 10. zárófutamot rendezték meg. Annak idején ez egy néhány hajós amatőr versenynek indult, alapvetően a vitorlás bérlőinknek a szórakoztatására, illetve hát a jutalmat tekintve, ami a bérleti díjból egy kedvezmény, tulajdonképpen az ő hűségüknek a jutalmazására indult ez a verseny. Az amatőr jellegét megőriztük egészen mostanáig, de azért látni kell, hogy ennek a versenynek egyre inkább sportértéke is van. Bátrak indultak el, hiszen egy viszonylag jó széllel tudtunk elrajtolni. A szélnek köszönhetően egészen jó eredmények születtek, egész gyors volt a versenynek az eleje. Három kategóriában rendeztek versenyt, Jastik 1-ben, Jastik 2-ben, illetve Jastik 3-ban, valamint Joléban külön viadal folyt a Fonyódi Port Lacai díjért. Azt hiszem, hogy végig jól mentünk, egyre jobban. Most az utolsó verseny, tehát a mai napi az elég nehézkésen ment, mert hogy nem teljes csapattal indultunk. Nagyon sajnáltuk, hogy azok az emberek, akikkel együtt szoktunk menni, nem lehettek velünk. De családilag indultunk, és azt hiszem, hogy azért helytáltunk, ezt a helyezés is bizonyítja. Jastik 1-ben a Helena 5. lett, míg a kategóriát az Obsession nyerte meg. Jastik 2-ben pedig a Macska végzett az élen. Az első siófoki versenyre nem tudtunk elmenni, úgyhogy ott rögtön beúsztunk egy kiejtőt. Szerencse talán az volt a szerencsétlenségben, hogy ez egy a túraversenyt rendezték csak meg, tehát a pályaverseny az nem került megrendezésre, innentől kezdve csak egy kiejtő volt már bebiztosítva. Tehát onnantól kezdve nekünk minden versenyen részt kell venni, és figyelni kellett arra, hogy hát többet nem hibázhatunk a túraversenyeken. Hála Istennek ezt sikerült abszolválni. Jastik 3-ban a Habla diadalmaskodott, míg a Jollét a Datus nyerte meg. A Balaton még messze nem olyan szinten telített, mint az európai édesvízi tavak, úgyhogy azt gondolom, hogy itt még várható a kikötőhelyeknek a felfutása, összességében a vitorlásportnak és a szabadidő vitorlázásnak is a felfutása. És ha így tekintjük, akkor ebben természetesen valamilyen szinten versenytársak vagyunk, de nem az a cél, hogy másoktól vegyünk el vitorlásbérlőket. A nagyok versenye után még mindig Fonyódon vitorlázunk, de ezúttal a tenyérnyi vitorlák, apró hajók és nagy tehetségű kormányosaik lesznek a főszereplők. Nem csak az autósportban, a vitorlázásban is léteznek modellversenyek. Ilyen volt például az augusztusi Fonyódi egynapos viadal is. Ez egy One Design osztály, 53 cm hosszú hajók, ezek itt mind egyformák, ezt egy német modellgyártó hajó által készített hajók által, ez egyformák, és ezáltal az egymás közötti tudást, valóban csak a tudás dönti el, a vitorlázni való tudás dönti el, nem pedig a hajók közötti különbség. Ki jobb, ki rosszabb vitorlát épít magának, ez lehet a különbség a hajók között, a méretei azok teljesen egyformák. A mezőny sem akármilyen színvonalat képviselt, az indulók között volt például a 2013-as Európa-bajnokság bronzérmese Csóka László. Nekem a kedvenc kategóriám az M-hajó, ez egyik legnagyobb kategória, amit van itt Magyarországon.
Ez az, amiben úgy mondhatjuk, hogy én a legjobb vagyok, de hát a többibe is ugyanúgy nemzetközi szinten elég jól szoktam teljesíteni. A nemzetközi osztályelőírása ennek a hajónak megköveteli, hogy csak is és kizárólag a gyártó által előállított hajó alkatrészekből lehet összeállítani. Tehát lehet otthon összerakni, de a hajótest, a fedélzet, a hajó alsó része, a tőkesúly, kormány, bulba, ezek mind gyári alkatrészek. Nem úgy van meghatározva, mint a nagyvitorlázóknál, hogy meghatározott futamszám legyen, hanem egy időintervallumban mennyi futam belefér. A mai nap folyamán 10 órától versenyzünk 4 óráig. Én aztán egy ilyen 6 futam összejöhet, ha felerősödik a szél, de ez kevés futamnak minősül, tehát ilyen 15 szokott lenni az átlag, hogyha fúj a szél. Végül a papírforma érvényesült, így a modellvitorlázók Litkei Farkasának tartott Csóka László diadalmaskodott. Sokan vannak, akik vitorlázókból lesznek modellvitorlázók, én nem. Tehát én mindjárt modellvitorlázással kezdtem édesapám révén, és hát volt, hogy kipróbáltam magam a vitorlázásba, de inkább maradtam a modellvitorlázásnál. A Magyar Vitorlás Szövetség szervezésében augusztus utolsó és szeptember első hétvégéjén került sor az ezévi országos bajnokságra. Míg augusztusban kiváló kánikula és ehhez párosuló gyenge szél, addig szeptemberben egy drasztikus hideg front várta a versenyzőket. Hogy hogyan befolyásolta ez az eredményeket, ezt mutatjuk most meg. A Kékszalag után a második legnagyobb fesztivállá nőheti ki magát a nagyhajós országos bajnokság. Az első fordulót 4 nap alatt bonyolították le, a nyitónapon 98 hajó és 398 vitorlázó részvételével. Sokkal jobb, hogyha összerakjuk két időpontra a bajnokságot, mint ha szétdarabolva, mert végülis azokat is a szövetség égisze és felügyelete alatt kell megrendezni, így koncentráltan tudunk dolgozni. Kétségtelen nem kis feladat, sok motoros, sok rendező, sok zsűritag, versenyvehető soroltam, de úgy látom, hogy nagyon jól működött minden. Sajnos az első nap az teljesen szélcsendes időben zajlott, tehát még csak meg se lehetett kísérelni a pályarakást. A második napon óriási szerencsénk volt, olyan egy óra tájban elkezdett leterülni a szél, és hát olyannyira, hogy igaz, hogy az utolsó futamat kicsit küszködve, de 4 futamat le lehetett futtatni. Kollár Lajos saját hajójával, a Tabuval indult az ORC-ben. Függős azt tetszett, hogy egyenes teljesítményük volt, tehát gyakorlatilag minden futamon a 75-ösök után be tudtunk menni, és ezen a héten pedig elindultam az ősi hajóosztályomban, én valamikor 15 éven keresztül 25-ös túrahajólével versenyeztem, és egy kollégám, barátom meghívott kormányozni. A 15-ös jó légcsatája egészen kiélezett viadalt hozott, végül a Mokkány zárta az élen a küzdelmet. Gyengeszeles bajnokságban is ilyenkor nagyon sokat tud változni a szél iránya. Egyáltalán nem mindegy, hogy az ember melyik oldalt választja, a bal oldalát vagy jobb oldalt a pályának, hiszen a kis szél miatt már menet közben nem lehet az egyik oldalról átérni a másikra, tehát tulajdonképpen amit az elején az ember eldöntött, az úgy nagyjából eldönti, hogy milyen helyen is végez. Szerencsénkre aránylag sokszor jól döntöttünk, de így sem mindig, hiszen volt 5. helyünk is, 3. helyünk is a több első hely mellett. Ez
egyes manővereknél, fordulónál, bójakerülésnél, másik hajóval találkozásnál, ahol néha egy-egy rafinéria is bejön a manőverekbe, ott nem kell szólnom semmit, hanem a legénység, a barátaim maguktól is tudják a dolgokat, és nekem elég csak a kormányzásra, a bójára, a szomszédhajóra figyelnem. A 25-ös Jóléban volt egy nagy visszatérő is, Szekeres László. Mi több, sikerre vitte a csapatát. Amikor ilyen szoros egy verseny, akkor mindig nehéz. Az, hogy elég sokat voltunk ott az elején, az nem is tudom, hogy minek köszönhető. Jó volt nagyon a csapat, jó volt a cél, nekünk kedvező volt. Ennyi. A Bolíró kormányosa szerint ez a legalkalmasabb hajóosztály a Balatonra. Egyrészt, mert könnyű, sportos, sekély vízen eljár 50-60 centi. Mi olyanokat ismerünk, akik ebben a hajóosztályban sok időt lehúztunk, amit a nagyhajósok 90%-a sose látott, a déli nádasok, befolyók, torkolatok, és így tovább, és így tovább. Kettő, hogy egy ragyogó hajó. A második fordulóra alaposan megváltozott az időjárás, ez azonban csak fokozta az izgalmakat. A második felvonásban 4 magyar bajnoki hajóosztály és 5 ranglista hajóosztály vett részt, és szintén 4 pályára lettek volna szétosztva. Sajnos egy hajóosztály, a 33-as nem érkezett el, nem voltak meg annyian, hogy el lehetett volna indítani, ezért a 4. pályát most összevontuk, magyarul 3 pályán rendeztük a versenyt. A 71 szirkálóknál egy pályamódosítás, illetve az ahhoz kapcsolódó óvás miatt csak a díjkiosztó előtti pillanatokban dőlt el a győztes kiléte. Volt most nálunk jobb hajó. Egyébként azt kell mondjam, a riválisunk, a Pannonia nevű hajó nagyon jól versenyzett, nagyon jól ment, nagyon jól összeszedettek voltak. Most ezen múlik, de a szabályok egyelőre mellettünk vannak. A 70-eseknél végül a kapella zárt az élen a Pannonia előtt. Gyakorlatilag tavaly kezdtük el ezt a 70-es osztályt, és tavaly 5. lettünk, most 2., illetve hát nem sokon múlott, hogy elsők legyünk, nehogy is nem. Ezt nagyon jó szórakozásnak veszük, egy nagyon jó kikapcsolódásnak, szeretünk versenyezni, jó a csapat. Csalódottak vagyunk azért, mert úgy gondolom, hogy ezen a versenysorozaton, amit mi mentünk a legegyenletesebb teljesítmény, tehát mindig ott voltunk, hibáztunk mi is sokat, tehát azért van még mit javítani, persze, de hát mi vagyunk itt a legfiatalabb csapat azért ebben a hajosztályban. Az irányt kell folytatni, erősíteni, és jövőre még inkább törekedni arra, hogy a magyar bajnokságok, minél több magyar bajnokság itt kerüljön, és a két időpontban megrendezésre. A szövetségi feladat az, hogy erre még jobban készüljünk rá, tematikus programokkal, szponzorokkal, és egy még nagyobb rendezvényt. Gyakorlatilag szerintem a Kékszalag után ez lesz jövőre a második legnagyobb rendezvény a Magyar Vitorlás Szövetségnek, ha az elnökség is erre áldást ad. A tavaszi balatonföldvári hajókiállítás után szeptemberben ismét a vízen és a vízparton vertek tanyát a hazai hajós szakma nagyágyúi. Hogy mit kínáltak a balatonkenesei hajókikötőbe érkező érdeklődőknek, arra természetesen mi is kíváncsiak voltunk. A 20. balatonkenesei hajókiállításon nem kevesebb, mint 40 kiállító és hajó várta az érdeklődőket.
Alapvetően mind a kiállítást megerőző várakozások, mind a jelentkezés már jelezte azt, hogy újra összeállt itt a Balaton mellett is a magyar hajós piac, úgyhogy kiállítók elégedettek, egyelőre látogató számmal mi maximálisan elégedettek vagyunk, örülünk. A Marina Porti rendezvény igazi kuriózumokat is tartogatott. Az idei kiállításon premierje van itt ennek a mögöttünk látható 39 lábas lagunkatamaránnak, vagy annak a 42 lábas luxusjaknak, amit a Via család tudhat a legnagyobb tagjának. Ez az egyetlen teljesen elektromos hajtású ilyen méretű jacht Európában. Ennek a kiállításnak a legfőbb vonzereje az, hogy időben pont akkor van, amikor meg lehet tenni azokat a megrendeléseket, amiben már a következő szezonra a tulajdonosnak vízre kerül a hajója, és így a látogatókör is ilyen szándékkal érkezik. Itt mindig köttetik valamilyen üzlet, ehhez tudhatóan a későbbiekben realizálódnak és kerülnek új hajók a szezon elején a vízre, úgyhogy idő szempontjából ez mindenképpen egy ideális, és ez egy nagy növekedési potenciált hordoz így magában. Tus Miklós segítségével természetesen a mai adásban is tanulhatunk egy pici illemet, majd egy ifjú vitorlázó közreműködésével leporoljuk a vitorlás szakszótárat. Beléptünk a hajóra, ugye a hajó méretétől függ, hogy mennyire szabadon mozoghatunk, vagy helyezkedhetünk el. Ezt érzi mindenki, aki belép a hajóra, és meg szokta kérdezni, hogy hova üljek, vagy hol nem vagyok útba. Most egy kifutásnál, vagy egy kikötésnél ott nagyon szigorúan feladatok vannak, ugye a kötelekkel, a négy pozícióban, a csákjával, a vitorral lehúzással, stb. Tehát ott előírja a kapitány, hogy ki hova menjen ki. A vizen már sokkal szabadabb a dolog. Egy-két szokott dolog van, amit úgy illik betartani, hogy ha kormány rudas a hajó, akkor a kormány rud mozgásai terébe ne üljünk be, mert hirtelen ki kell térni, akkor képtelen a kormányos a kormányt elmozdítani. A másik pedig, hogy a kabinbejáró az egy olyan szűk kis zsilip, hogy kevés hullámvíz menjen bele viharba, kevés vizet szedjen a hajó. Ezért ott nem illik tartózkodni, mert a kibejárást, a benti élet és a kopitba a kinti életet, hát leblokkolja valaki, be akar menni egy pohár vízért, akkor engedj be, légy szíves, nem jó helyen vagy. Szóval az 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 egy hely, ahol a szabad átjárást illik biztosítani. A grósot arra szolgál, hogy a nagy vitorlát ki vagy be, vagy kiengedjük, vagy behúzzuk. És ezáltal jobban kapjon bele a szél. Ennyi fért a mai adásba, aki bármiről lemaradt, annak ajánlom az ismétlések időpontját a műsorújságban. Októberben ismét Skipper magazin itt az M4 Sport Televízión. Én várom Önöket, addig is a viszontlátásra. Jó szelet mindenkinek! Azért szeretem a vitorlázást, mert egyrészt egy jó csapat, tehát mind a hajón velem együtt lévők, másrészt a többi hajón dolgozó versenytársak, másrészt a Balaton szeretete, csapatmunka, ugyanakkor egy technikai sport gondolkodást igényel, de mégse ugyanaz, mint amiben egész nap vagyunk a munkahelyünkön. A Skipper magazint a Magyar Vitorlás Szövetség és a Balatoni Hajózási ZRT támogatta.